Azért választottam az ügyészi hivatást, mert nagyon vonzott az a komplex tudás, amit az ügyészi pálya adni tud. Az ügyész a büntetőeljárás mindenese, aki az első kapavágástól az utolsóig jelen van a büntetőeljárásban. 38 éve dolgozom ügyészként, és még mindig azt tudom mondani, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás egyik oszlopa, ahol a szakmaiság mellett a tisztesség dominál. Az ügyészek csak a jogszabályoknak vannak alárendelve, és ezeken keresztül az igazságot keresik. Pár száz évvel ezelőtt az emberek kötöttek egy megállapodást az állammal arra, hogy nem fogják megtorolni embertársaikon, ha sérelmet szenvedtek. Az állam pedig megalkotta a büntetőeljárást. A büntetőeljárás résztvevője az ügyész, aki védi a sértettek érdekeit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a bűnösök rányeljék törvényes büntetésüket. Történik egy bűncselekmény, és a rendőrség, ügyészség megpróbálja utólag visszakövetni, hogy mikor, hol, mi, hogyan történt, és hogy ki az elkövető. Olyan ez, mintha mozaik darabokból próbálnánk összerakni egy képet, csak előbb magukat a mozaik darabokat is meg kell találni. Kisfiam első osztályos, és nagyon nehéz neki elmondani, hogy mivel foglalkozik az apukája. Azt szoktam mondani, hogy egész nap a számítógép előtt ülök, és a rendőrök munkáját segítem, mert az persze tudja, hogy a rendőrök mit csinálnak. Ha nagyobb lesz, elmondom neki, hogy a bírák munkáját is mi segítjük. Ügyészként egy kicsit rendőrnek érzem magam, egy kicsit ügyvédnek, egy kicsit bírónak, egy kicsit büntetés végrehajtási szakembernek is, és mivel szóvívő is vagyok, egy kicsit újságírónak is érezhetem magam.